Nézzük, az angyalok mit mondanak mára nekünk. Ölünk szaga, könnyünk íze, idegenkedésünk a szögletes mozdulatoktól emlékeztet még vízi édenünkre. Ez a mai idézetünk, ebből remélem mindenki merítkezik, táplálkozik. Ölünk szaga, könnyünk íze. A könnyünk ízét valószínű most ebbe a videóban megtapasztaljuk, úgyhogy mindenki vegye elő zsebkendőjét, ugyanis a címből is láthatjátok, hogy ma nosztalgia vonatra fogunk felszállni, úgyhogy gyertek, csatlakozzatok, induljunk a nosztalgia vonatra, jegyeket, bérleteket. 1000 éve volt reakció videó, és hát tudjuk, hogy a reakció videók megunhatatlanok. Az sosem ég ki a világból, mint én. Szóval arra gondoltam, hogy mi lenne, ha megnéznénk egy Anett Tancsa reakció videót, mert annyira rég néztem meg a régi videóinkat, és mostanában nosztalgiázni volt kedvem, és úgy voltam vele, hogy akkor nosztalgiázzunk együtt. Úgyhogy ebben a videóban megnézünk egy reakció régi videónkra videót. Pont itt írták, úristen, 6 évvel ezelőtt készült ez a videó, és pont itt írták alatt, hogy pár év múlva erre a videóra fogtok reagálni. Úgy van! Megfogadtam, hogy nem fogok sírni, mert a férfiak nem sírnak. Ezt a videót 6 évvel ezelőtt készítettük el, ami azt jelenti, hogy ilyen 16-17 évesek lehettünk akkor. 850 ezeren nézték meg ezt a videót. 850 ezeren, normálisak vagytok. Már jól kezdődik a videó. Anett feje. Bitch, please. Igen, ez a 16-17 éves kor közötti időszakom, amikor nem tudtam eldönteni, hogy mi legyen a szemöldököm sorsa, és azt láttam, hogy mindenki rajzolja a szemöldökét, és úgy gondoltam, hogy hát akkor én is rajzolom a szemöldököm, csak hát ugye nem jutott el az agyamig az, hogy azért rajzolják az emberek a szemöldöküket, mert éppessége nekik nincs annyi, mint mondjuk nekem. De nem baj, hát Polla is megrajzolta a szemöldökét, hiába van neki amúgy. Gyatra szemöldököm volt, de mindegy. Most már nem rajzolom, mert most már, látjátok, most már eljutottam abba a korba, hogy már nem érdekel. Olyan, amilyen. Kész! Anettnek tök jó szemöldöke volt, neki nem kell rajzolni se. Üdvözlök mindenkit, én Ancsa vagyok! Üdvözlök mindenkit, én Ancsa vagyok! Ilyen volt a hangom? Ez amúgy változott azóta, igaz? Azóta sokkal férfiasabb, és sokkal... Ja. De a fejem van. Ezt ne rakd bele. Ne raktam bele. Na jó! Halljátok, liba bőrös lettem! Liba lettem! Ezt az intrót milyen rég... Úristen, a lábam is túl, csupa liba! Ezt az intrót milyen rég hallottam! Júú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 ú
voltatok. Azt, annyira jól összeraktuk szerintem ezt az intrót. Ez a zene, bárhol bárki meghallja, a veteránok, tudni fogják, hogy ez honnan van. Üdvözlök mindenkit, én Ancsa vagyok, és itt van velem Anett. Sziasztok! És ez egy ilyen reakció a régi videóinkra. Reakció régi videóinkra. Amúgy bárhol megállítom a videóinkat, mindig valami csodálatos fejjel érkezünk meg. Juhú! Össz kiválasztottunk párat. Így kattintgattunk, hogy jó, akkor most nézzük meg, hogy milyen is volt. Az indexképek alapján borzalmas. Indexkép? Na, akkor kezdjük. Tessék, Pola, tessék, mondd még egyszer, ne haragudj, nem hallottam. Na, akkor kezdjük. Na, akkor kezdjük. Fú, amúgy értem, miért utálhattok abba az időszakba ennyien, hát nagyon idegesítő volt a hangom, bár lehet most is. Ennyire megváltozott volna azóta a hangom, mert szerintem teljesen más, sokkal kislányosabb volt. Most meg ilyen... Bleh.
Imádom a Janett fejét mindig. Életünk első videójára fogunk most reagálni. Ez, aki esetleg még új, vagy nem tudja, az Olett és Ancsa Minecraft kalandjai első rész volt életünk első videója, amit 2013-ba, 12-ben rakhattunk ki, nem is tudom, de hát tök gyerekek voltunk. Jaj, de ez ciki, már megint libázik a bőröm. Üdvözlök mindenkit, én Anett vagyok, és itt van velem. Sziasztok, én meg Ancsa vagyok. Életem legkínosabb beköszönése volt, mert igazából nem beszéltük meg Anettal, hogy fogunk beköszönni, hanem csak így mondta, hogy üdvözlök mindenkit, én Anett vagyok, és itt van velem, és akkor én meg így nem értettem, hogy mit kell mondani, és akkor sziasztok, én meg Ancsa vagyok, és ez annyira ciki, és nem, hogy újra vettük volna. Igen. Már a köszönést elrontottam a legelső videóban. Az a hang. De nem, hogy megvágtuk. Az a hang. Amúgy ugyanezt mondja a régi Polla is. Polna. Vagy valami. Vagy nem. Újra kezdtük volna azt a 2 másodpercet. Igen. Egyetértek, gyerekek. Úristen, itt még itt most mondhatom azt, hogy gyerekek, mert akkor még tényleg gyerekek voltunk. Most még már... Most ezek... Mindjárt 23. Egy hónap múlva kereken. Kérdé másképp kell szólni. Na, le van szárva. Beadaltuk magunkat. Le van szorva. Le van szorva. Amúgy miért víz hangzik ennyire? Szerintem nem is volt mikrofonom. A kezdék cuccokat, hogy ne lássatok babágást, meg uncsi... Pontos meg Janna. Mivel? Olyan ennyit vártunk a Minecraftba, hogy este le. Ja. Egy pici vágás. Itt is volnánk, csak reggel csináltam, úgyhogy ne lássátok. Tudtam vágni. De amúgy tényleg, Anett, az elején az volt, hogy először Anett töltötte föl a videókat, és ugye vette föl, mert én akkor még nem tudtam, hogy kell, meg ilyenek. És tudott vágni, igen. És nem az, hogy megcsináltuk volna normálisan az egészet. És megvágtuk volna, és újra vágtuk volna az elejét, nem, mindegy. De vajon itt is van, csak reggel csináltam, hogy ne lássátok. Minek most mi értelme van, Anett? De, cocanett és krumlancsa. Ez jó. Jaj, ne. Cocanett és krumlancsa. Miért van ilyen videónk? Ezt senki nem nézheti meg, ezt privátba kell tennem. 43 perces. Mennyi? Második rész is nem volt első rész. Jó vagyunk, és ez egy hülyeség, és egy úr nevű gyerek megírta nekem a csőgőt. Eltűnt. Hogy izé, hallatszik a Skype? Már vettem. Ja, ups, nem is tudtam. Amúgy mennyit szívhattunk, mikor kicsik voltunk? Szerintem... 43 perc! Ezt mondom! Itt egy báján. Na jó, menjünk tovább, nem bírom. Mellettetek a tévét. Istenem. Ez olyan tévét. De hol van a szabad? Te, gyere. Nincsen szabad. Ez tényleg tévét néznek a háttérbe. De nem kapom meg a fejét. Engem be se jelöl. Ó. Oh. What is this? Micsoda. Szexi nyaldosások voltak itt 16 nézlek évesen. A háttérbe. De nem kapom meg a... Hát igen, már akkor is tudtam, hogy kell hódítani. Nincs jobb egy forró nyári nap egy kis tátra, te a... Ez életünk első vlog videója. Azért ez minőség. Figyeljétek, legalább nem látszódtak a pattanások, meg a pórusok, meg ilyenek. Jaj, azt hiszem 2014 nyarán találkoztunk először Anettal, úgyhogy itt 14 évesek lehettünk. Hogy nézd! Az a kép. És ez a sárga hajcsat. Most is így nevetek? Nem, most már sokkal nőcisebben. Milyen sárga hajcsat amúgy? Olyan stílus volt a gyerekek. Ez ja, a póló. Ott a papucsom, ami most is rajtam van.
zuhal. Hát ez zél szexuális volt. Jaj, de imádom. Szóval... ott a régi telefonom, olyan téglatelefon. Jaj, az a izé telefonom volt, tudjátok? Ha, igen, az ott. Ez a kocka telefon, amivel ölni is lehetett. Ez milyen telefon volt? Nokia Lumia volt, te jó ég, Nokia Lumia. Hát igen, a Nokiákkal alapból ölni lehetett már régebben is. De ez... ez is nagyon durva volt, ezzel is lehetett ölni. Ez a jó kis Lumia. De hogy is kell kiszedni? Mert lehet, hogy még egy kicsit. Ne! Aj, de cuki hangja! Amúgy ez nem igazság, Anettnek olyan aranyos hangja volt. Olyan kis cuki volt, és egyre nőiesebb, egyre jobb hangja volt. És kell kiszedni! Amikor először találkoztunk Álványjal, nézzük már meg a végét. Jó. Kiveszem nekik. Nézzétek meg a szexi mancsát. Hello! It's me! 13, 16, 23. Jeez! Nem is volt még rajtam smink. Jó, bár amúgy őszintén 16 évesen sem sminkeltem olyan hű, de durván, akkor kezdtem el kipróbálni a dolgokat. Szóval én általános iskolában egyetlen nem sminkeltem, ugye nekünk nem is szabadott. És gimitől kezdtem el ismerkedni a smink fogalmával, hát ez látszik is, mert azóta sem tudom amúgy, hogy hogy kell rendesen fölkenni, és sminket meg most is már folyik le, mert 34 fok van, meg ilyesmi. És hogyha valaki kérdezi, hogy úristen, be van festve a hajad, nem, ez az eredeti hajszínem. És amúgy most is ez az eredeti hajszínem, amit látjátok fönt, most egy-kettő ilyen szőke tincs van amúgy benne. Ez ilyen sötét szőke. Következő részbe találkozunk. Sziasztok! Ú, de sötét a fejem. Elég volt. Na, ez már gyönyörű a kép. Úristen! Annyira cuki! Amúgy remélem Anett nem fog megölni, hogy ezt ilyen friss videóba mutogatom mindenkinek, hogy néztünk ki. Én kis ártatlan, kis édes feje volt Anettnak, és olyan bőrszíne volt, mint a Lambériának hátul. Képes. Bírom, ne hogy néztem ki! Gyerekek, olyan hangosak vagytok. Köszönöm mindenkit. Én Anett vagyok, és itt van velem Ancsa. Ez nagyon kellemetlen. Ja, és hogy az akkori énem is így nézte, hogy ő is tudta a 16 éves Polla is, hogy ezt a videót nem így kellett volna elkészíteni. Ask válaszok, de népszerű volt ez a videósorozatunk Anettel, amikor az Ask FM-es kérdésekre válaszoltunk. És igen, igen, bejött a képbe a nagymenő. Így. A kis Ropi, úristen, lehettem vasárgyal, akkor 45 kiló. Nem is hallom. Ne! Anett feje elmond mindent, ugyanez tudod csak reagálni, hogy miért? Ja, de az útlasztott nem biztos, mert lehet, hogy a frapsziát nem biztos. Az útlaszt az nem biztos, mert lehet, hogy a fraps az... Ilyen kis vinyogós voltam, tényleg? Milyen hangod volt? Ugye Anett, igen, tényleg? Porszívoztak a háttérben! És tényleg! És porszívoztak! Anya! Nem megmondtuk, hogy videózunk! Menj már a fa! Én teszem eztünk! Azba! Meg szeretném gyónni bűneim. Polla bántalmaz? Polla bántalmazza az Anettet? Jézus, és miért nem vágtuk ki? Meg miért történt ez? Jó, el kell nézni ezt tőlünk, ez tipikus kislányos veszekedés volt, egy csomószor idegesítettük egymást Anettal, és tényleg idegeire mentünk a másiknak, és ez is egy része, hogy Anett húzta az agyam, és ki voltam akadva.
De ez nem szép dolog, na. Mert mindenkivel megesik, de csak nem ütöttem meg. Ja igen, nem ütöttem meg, jó, már megijedtem, azt hittem, hogy megcsaptam szegényt, vagy valami, mert mi olyanok voltunk, mint a rossz testvérek. Eljött hozzám Anett, és nem is tudom, hogy 2 hetet nálunk volt, és akkor 2 gép volt nálam, és emlékszem, hogy úgy összevesztünk, hogy egymáshoz se szóltunk, hanem ott ültünk egymás mellett, és irogattunk a másiknak. És ez volt, irogattunk a másiknak, és kész. És közben játszottunk. Szóval, hogy igaz barátság, összeveszel a másikkal, akkor is játszotok közben, és úgy veszekedtek. Hát, nem? Hát, de szerettük egymást még akkor. Jézusom! Hello. Van cukrod? Hogy nézel ki? Te, hogy nézel ki? Meg volt is a parkotunk. Ez kellemes lenne. Na azért, látjátok? Nem csak én voltam erőszakos. Ha megnéztek egy horrorfilmet, azt nem veszitek fel teljesen, és azt majd... Na de várjatok! Az én hangom tényleg ilyen volt? Én azt hittem, hogy azt csak direkt megváltoztattam egy pillanatra a mondat erejéig, hogy ne, és így direkt csináltam, de nem! Nekem tényleg ilyen hangom volt. Milyen orrhangod volt? De neked még mindig jobb Anett, mint nekem. Neked annyira nem változott, neked így szépen, nőiesen ívelt felfelé a hang karriered. Mint aki egy hete nem mosott hajon. Ruhát váltotta. Nem, itt az volt, hogy levetted a felsőd, az kim volt a mellett. Tényleg? Kérdezném, hogy merre laktak pontosan, Anicsa? Na, akkor, ha ilyen lett volna a hangod Anett annak, akkor még megértem, hogy miért mondod, hogy Jesus. És úristen! Belülünk kéne ilyen triathlon challenge-et. Hogy mondtad ezt, Paula? Kérlek, ismételd meg nekem ezt a csodálatos angol mondatot. De akkor is úristen! Belülünk kéne ilyen triathlon challenge-et. Így kell mondani, Look at this baby face! Úgy néztem ki, mint egy angyalka, aztán megszólaltam. Jelly Belly Beans! Jaj, de imádtátok ezt tőlünk. Ez az a biztos videónk. Csodálatos lehet. Amit privátba tettünk az első Jelly Belly, és kurva sokan megnézték, és Jézus. Paula, hogy beszélsz? Ezt a régi énemnek üzenem. De beszélj egy csúnyán. Bazd. Privátba tettük az első Jelly Bellinket, erre nem is emlékszem, biztos meg volt az oka. És elég sok gáz videónk van fönt, amit nem tettünk privátba. Na de amit privátba tettünk, az milyen gáz lehet akkor? Nézzük meg. Sajnos. Üdvözlök mindenki. Én a csajok is itthon van, és a Jelly Bellinket. Nem. Most nem. És most hol adok az a Nagyon halk. Úgy nézik ki, mint egy húny. Mármint itt. Jelly Bellis. Meg ott is, de. Nem bírtam kimondni, hogy bimbazdó. Belerakod ilyen kis izébe, és az a lényeg, az hogy a vannak ilyen... Meg tudom számolni, 1, 2, sok. Picit kiraktunk vizet magunknak, meg egy zsepit, amit kiköp. Ott majdnem be lehet látni a lapos testembe. Itt még csöcsünk sem volt, mit akarsz belátni? Tényleg amúgy... Itt még olyan gyerekek voltunk, kis 14 éves, hogy nem is volt mellünk. Van, ami nem változik. Okay. Ez egy jó rész. Ez számfolyás volt. Miért a pillanatoknál állítod meg? Nekem is. És... Ezek a videók régen népszerűek voltak. Ezeket a videókat régen imádták az emberek. És ezt mi régen kimertük rakni? Igen. Anett. Igen. Ezt? Így van. Ezt. Szerintem Anettba itt fogalmazódott meg az, hogy én nem maradok ezen a YouTube-on sokáig.
Szomorúnak hangzott, de egyébként visznek szántam. Jaj. Ezt vehetjük fekete humornak? Hú, gyerekek, el kell gondolkoznom az életemben. Majdnem eltaláltam. De milyen? Mindig milyen kis... A hajamat piszkáltam. Igen, amúgy ez idegesítő mániám volt, és tudom, hogy nagyon sokan ezt utálták bennem, hogy állandóan piszkáltam a hajam. Nekem ez ilyen kényszer. Kényszer volt, mert ugye én nagyon izgulós típus vagyok, stresszelek, ugye ADHD-m is van, akkor még nem tudtam, hogy ADHD-s vagyok, akkor még nem diagnosztizáltak vele. De valószínű nekem ez ilyen kényszer, betegségem volt, akkor még izgultam videót, és muszáj volt valamit csinálnom, és ugye a hajam az így nagyon... borzasztó. Szóval, ja, de azóta már azért így egész jól leszoktam róla. Most már eljutottam arra a szintre, hogy ez se érdekel. Kit érdekel, hogy áll a hajam? Úgy, mint most. Nice. Olyan kis ártatlanok voltunk. Még nem tett tönkre minket a közösségi média. Milyen szar volt a hajam? Mit volt szar a hajad? Normális vagy? Önbecsülésem még 16 éves koromban is nulla volt. Most azért már valamennyi van, jó? Egyáltalán nem volt szar a hajam. Teljesen okés hajam volt, sőt, sokkal jobb volt itt a hajam, mint itt. Miért lett volna? Mint ha most jobb lenne. Most se jobb. Most azért sokkal jobb a hajam, most mondjátok, mint az ott mi? Ez volt a világ legnagyobb problémája, hogy nézzük. Én kevés hajam volt. Mi volt ez az idegrángás? Annyira jó. Nem érzed, hogy Anett csak eszi, issza. Eszi, issza. Én meg meghalok mellette. Mi volt ez a... Elhagyhatom ki a kocsi mellett. Mi? Elmegy. És ezt sem vágjuk meg. Nem, hogy megvágnánk. Most elmentem hányni? Anett meg, ha-ha-ha-ha-ha-ha. Neki nem kell. Neki nem kell. És nem vágjuk meg. És ezt nem, hogy megvágnánk. Itt hagyjuk a kamerát. Igen. Egyet értek. Miért nem vágtuk ki? Ez most miért volt nekünk jó, hogy így bennhagytuk? Úristen, ott van a plusz állattartóm. A legelső ti kértétekünk. Itt is milyen hajam volt. Milyen kedves voltál itt is, ez. De ezek a pixelek. Ez. Most már szeretjük egymást. Most már szeretjük egymást. Nem, amúgy mi mindig szerettük egymást. Szóval, hogy mi... Tényleg, Anett számomra az mindig is olyan volt, mint egy testvér. Nekem sose csak egy barát volt, hanem annyira összenőttünk abba az időszakba, és annyi mindent átéltünk együtt, hogy tényleg... testvérként tudtam rá tekinteni, olyan érzésem volt, és ez a testvéri szeretet kötelék volt meg kettőnk között, és bármi történt, bármennyire is összevesztünk, és voltak nagyon durva veszekedéseink, tényleg, de mindig kibékültünk, és mindig szerettük egymást, és sosem volt olyan, hogy megutáltuk volna egymást. Teljesen különbözött a kapcsolatunk a többi barátságunkkal, és volt más legjobb barátunk is akkor, de mégis azt éreztük, hogy mi többek vagyunk, mint legjobb barát, mi testvérek vagyunk. Testvériség volt bennünk. Nem olyan sok, de... Ez is régi videónk. Itt Anettnál voltunk. Hogy már nyersen egyetek. Hát akkor mondom, hogy már... Vágás. Nem fogok egy egész hagymát megenni, szóval... Ez a póló már nem jó rám, meg a nadrág se. Sad story. Hát nyilván basszus. Itt is milyen gyerekek voltunk. Nagyon vézna voltam akkor. Azóta vastagabb lettem. Jó, hát edzettem rá, szóval nem értem, mit várok el. Ki van az ablakomnál? A nagy ő? Na akkor beengedem. Megüsselek, vagy elmész? Jó, ez vannak néha zaklatóim, tudjátok, ez ilyen normális dolog. Most hagymát eszünk tényleg? Hagymát? Egészségetekre. Hogy bekaptam az egészet? Ahogy... Tényleg... Anett így benyeltél, meg így... Hagyma... Mit finnyáskodok? Hagyma... Hát a hagyma az egyik legjobb étel a világon. Anett jól csinálta. Ő nem szarozott.
kész! Így kell csinálni! Én meg így... Itt fog kiesni a közepe. Mindjárt. Ez vicces. Az a fej. Jaj, ne játsz már túl a fejedet, Polla! Hát most már még a csoki tortába is hagymát teszek, annyira szeretem a hagymát. Itt meg, jaj, eljátszott, hogy nagyon erős ez a hagyma. Jaj. Most is ilyen fejeket szoktál vágni. Legyeltem! De még azért rágod. De hogy betömted? Nem tudom, mit csináltam. Ez mi volt? Azt kiabálta Anett, hogy töltött káposzta. És így, ki az ablakon? Ez így kikértétek. Ez hülye. Bekötött szemben rúzsazzátok ki egymást. De várjátok. Megettük a hagymát, utána nem ez lett volna a következő, hogy játszottok el, hogy Anett kiordítja, hogy töltött káposzta, vagy mit tudom én. Azt nem vágtuk bele? Itt most volt egy vágás, és csak annyi, hogy töltött káposzta? Vagy beletekertem a reakció videóba, és nem vettem észre. Nem tudom, mit csináltam. Ja, igen, itt volt egy vágás. Szerintem itt szándékosan elcsesztük. Oh, Jesus. Ez túl közel van. Még egész normális volt az arcbőröm, itt még nem volt annyira pattanásos. Fedugt az orromba. És az... Ja, de, ott van. Ott van. Ott van Ivánkám. Nagyon korán kezdődött nálam a pattanásos időszak. Úgyhogy szerintem, amikor megszülettem, akkor nem voltak pattanásaim. De én mindig is küzdöttem ezzel, és annyira rossz volt, és azért sajnos emiatt van egy kis hegem is néhol. És ugye, mint most tudjátok, ugye inzulin rezisztenciám, meg a hormonháztartásom felborulása miatt, ugye plusz nagyon sebes volt az arcom. Szerencsére most már azért javul a gyógyszerek miatt, de azért lesz maradandó nyom. Most is meg kimutatni. Na? Úristen! Jó, ezek aranyos videók! Nem olyan... Ez most nem olyan ciki! Ez mi volt? Ez megcsapta a seggem! Már akkor szadista volt. És még mindig. Nem is igaz. Találkozunk, sziasztok! Miért lesz több pontja is? Jaj, úristen, ott szintén bepisiltünk a nevetéstől utána, és hát Anett, én nem örültem annyira, hogy lefejeltem a kamerát. Úgy meglökött Anett, hogy szó szerint beleestem a kamerába. Ez vissza kell, muszáj ezt megnézni, én ártatlan. Sziasztok! Miért lesz több pontja is? Igen, itt Anett se számított arra, hogy ekkorát fogok esni. Jaj! Ne nyomd oda teljesen! Mindig lilára festettem a kökről. Isten, de édesek vagyunk! Nem lehet egy gyártal! Jó, ezek nagyon jó videók, ezekkel annyit nevettünk, ezekkel még most is nevetek, mert ezek jó emlékek, és vicces volt, és aki nem értékeli ezt, aki nem nevet, ez annak nincs humorérzéke, és menjen innen akkor, jó? Jó, ne, kérlek, maradj, meg kell a megtekintés. Mi az Isten volt ez? Aja, azt a részt, amikor én jövök. De az jó, az jó. Oké, most sejött. Jaj, ezek annyira jó időszakok voltak. Imádtam ezt az időszakot, amikor Anettel ilyen hülyeségeket csináltunk. Ja. Amúgy nem sírok. Te sírsz? Én nem sírok. Én erős nő vagyok, férfi. Az orromat is! Mi van lett a szink? Új, kiköptem magam, vagy mi? Még a székre is, meg mindenhol. Kuki van! Nézzük vissza! Nice! Ez vagyok én régről! Az első randevú velem az abból fog állni, hogy az összes régi ultragáz videómat le fogom vetíteni neki, és ha még utána is szeretne második találkozót, akkor ő az igazi. És majd a gyerekeim ezt fogják nézni, anyád mit művelt a YouTube-on.
anno 70-be. Mi? Mi történt? Amúgy tényleg az volt. Most is az van. Nem, nincs. Mivel valaki komolyan vesz és elkezd gondolkodni, hogy most akkor a Polla fiú vagy lány. Na hát akkor ennyi lett volna ez a reakció a régi videókra, így 3 meg 1-2 éves videókat néztünk meg. Bocs, hogy megállítom, de hallottatok azt a kutyaugatást? Ez is értelmes videó. Na hát akkor ennyi lett volna ez a reakció a régi videókra, így 3 meg 1-2 éves videókat néztünk. Az az öblös, mély ugatás, az még démon volt. Itt még élt démon. Démon, aki esetleg új és nem tudja, az az első kutyánk volt. Egy német dog, és egyszerűen imádtuk. 11 éves voltam, amikor megkaptuk. Én neveztem el démonnak, és így elválaszthatatlanok voltunk démonnal. Ne nézzétek ezeket vissza. Borzalmas volt. Na mindegy, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok föl. Hogyha szeretnétek még ilyet, akkor jelezzétek vissza lájkkal, vagy kommenttel, akkor a következő ilyenben találkozunk. Sziasztok! Azt hittem, hogy kell a zsebkendő, mert mindig elérzékenyülök, mikor az ilyen régi videókat látom, de örülök most amúgy, hogy nem kellett bőgnem. Persze megható volt amúgy, de örülök, hogy nem kellett sminket cserélnem, mert még mennem kell el. Minden esetre nagyon remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és jó volt egy kicsit újra nosztalgiázni. Én nagyon élveztem, és jó érzés volt így megnézni, hogy milyen volt. Honnan kezdtük, honnan indultunk? Tényleg a nulláról építettünk fel egy hatalmas karriert, és vittem tovább az egészet, szóval azért ez nagy dolog így belegondolni, hogy már lassan 10 éve megy ez az egész igazából, és még mindig csinálom. Persze most egy olyan időszakban vagyok, mikor azért jobban magamra kell koncentrálnom, és sokkal nehezebb vinni a hátamon ezt az egész karriert, de nyilvánvalóan nem szeretném feladni, és soha nem is fogom feladni, úgyhogy szépen lassan, mint ahogy láthatjátok már, ezen a csatornán is pont rakom ki azért rendszeresebbre videókat, úgyhogy kezdek visszatérni, feléledni újra, és szépen lassan teljes gőzzel előre fogok haladni, csak még le kell vetköznöm magamról ezeket a sok sémákat, amik így rajtam vannak, és amikkel így küzdködök, és most amúgy szerencsére jó kedvem van, hogyha érdekel benneteket, szóval azért így lelkileg stabilabbnak érzem magam, mint annó, mikor kiraktam azt a videót, akkor sokkal instabilabb voltam, most azért már sokkal jobban érzem magam. Na, szóval köszönöm szépen, hogy velem voltatok még egyszer. Ha tetszett, akkor visszajelzésképpen egy lájkot nyújtok nekem, nagyon szépen köszönöm. Persze csak, ha szeretnétek nyilván, és iratkozzatok fel, hogyha szintén szeretnétek, de az se kötelező. A következő részben pedig majd találkozunk. Bye bye! Következő Ancsánál találkozunk, sziasztok! Miért lesz több Ancsa is?